Na sziasztok srácok, egy Jussi vagyok, köszöntök mindenkit a csatornán, és üdvözlök mindenkit a legújabb videóban, ez pedig a szexi videósok rész, már komolyan mondom, tehát gyerekek, a szint, az süllyed, az nagyon süllyed, de ezt muszáj vagyok megcsinálni, komolyan, mert tényleg azért vannak jó csajok, na, tehát akárhogy is nézzük, azért vannak jó csaj youtuberek, de gyerekek, tehát az nálam elszakítja a cérnát, tehát hogy tényleg ebből emberek megélnek és lájmanak. Tehát ez gyakorlatilag a 22. század, tehát a jövő, sőt, jó, mindegy, ebből már nem jövök ki jól. A lényeg az gyakorlatilag, hogy ez a jövő válkodása gyakorlatilag, mert ezt másképp nem lehet megfogalmazni, komolyan mondom. Tehát az, hogy valaki az interneten keresztül mutogassa bájait live-ban, és gameplay címen ezt eladja a Twitch-en vagy bárhol, hogy ugye ekkorában van a test, fölöltözik jó szexin, na nézd meg, azért nem rossz, és utána gyakorlatilag mellé tesz ilyen kis picikébe, érted? Nagyon-nagyon picikébe a gameplayt, csak hogy azért a tartalom meglegyen a Twitch-en, érted? Na jó, szóval nézzük meg ezeket a kis szexi csajokat, nézzük meg, hogy miket csinálnak. Hát srácok, tartsatok velem, hogyha tetszenek ezek a videók, akkor mindenképpen dobjatok egy lájkot, ezzel is jelezve nekem, hogy szeretnétek még ilyen tartalmakat, illetve iratkozz fel a csatornára, valamint van egy Kukac Jussu TV és Instagram is, azt is mindenképpen nézzétek meg és kövessétek be. Nézzük meg, gyerekek, reptok mit podari, nézzük meg. Na. Na ebből mi lesz? Figyelj, figyelj, jön ki neki! Hopp, hopp! Lol! Atya úristen! Nagyon ügyes vagy, jó van, jó van. Most már elég volt, de most... most né... ha? És ez... Oh. Oh! Hello! Így kell gyerekek headsetet szerelni, kisgatyában. Ennek mi értelme van? Most tulajdonképpen az történik, hogy live-ban mutogatja a szexi képeit. Na, ez mondjuk jó. Ez mondjuk jó. De neki nem tudom felfogni ennek mi értelme van komolyan. Értem én, hogy rohadt sok pénzt lehet ezzel keresni, de... Ez nagyon jó, ezt én is meg tudom csinálni. Csak lehet, hogy nem olyan szexi. Nagyon jó vagy. Ajaj, tedd össze! Érted? Érted a szituációt? Gyorsan így összenyom. Jaj! Jöjjön a donét! Jöjjön csak a donét, de mit csinálod az apja vagy a pasija? Na várjátok srácok, ezt fel kell fogni. Tehát a csaj konkrétan... Gyerekek, ez nagyon kemény. Figyeled a tükröt? Tehát... Most mit csinál? Le fog feküdni? Figyel, lefekszik, és így gyakorlatilag minden pozícióból tisztán látod. Ez a modern ribanc, gyerekek. Képzeld el a Janit vagy a Pistit, a VR-osok valamelyikét, ahol egy cicagatyában nyomatja neki. Szerinted? Tényleg így kell VR-ozni, tehát figyeld a tartalmat. Van egy ekkora képben a csaj, és van egy ekkora képben a gameplay. Csak hogy azért jó legyen a Twitch-en, érted? Köszönjük szépen. Na mi lesz? Edzős? Húha. Edzős videó, gyerek. Húha. Csávód is nagyon bika. Ja nem. Aha. Most mit kell nézni, az izmodat vagy a mellemet? Azaz, azt kérde neked, csak sokkal erősebb vagy. Ha,
Most megmutatod, hogy mekkora melltartót hordasz? Vagy itt kell megnézni hátul? Vagy kibontom, itt kell bontani gyerekek $150? Ki tudom nektek bontani, és megmutatom. Így kell, aztán. Hoppá. Figyelj, hogy előre ment? Jól mutasd meg a kis popót. Most eldugtad, nagyon eldugtad az ajándékokat. Ja. Egyébként azt egyik hozzá, hogy egy csajnak tényleg nagyon durva alakja van, de... Ne! A gyerekek! Ezt meg kell egy kicsit állítanom. Tehát a sztori itt a következő. Kicsit visszamegyük, ezt muszáj kielemezni ezt a részt. Ez nagyon durva, és ez tényleg még tanulságos is. Hol van? Figyelj! Várjál! Nem ez az. Itt. Ez az. Megkapta a donétet. Gondolom ez úgy működik, hogy van egy kis fája. Megkapja a donétet, és föláll gyakorlatilag, fölmegy kiakasztani a fára. Tehát magyarán fizessél, fölállok, megfordulok, megmutatom a seggem, miközben fölteszem a donétes kis szart a fára. Tehát ez erről szól. De kurva. $250, szerinted ott van föl. Atya úristen. Annyira vagyok, én is megmutatnám. Istenem, gyerekek, mennyi picsa van a világon. Azaz, tükör, figyeld. Ó, előkerül a gitár, tehát intellektuál. Hát jó, van, fővett a kis szemcsit is. Előkerült a viáros gatya, úgy látom megint. Na, biztos megint kapott jó sok pénzt. Na. Most mit kell nézni, az izgódat vagy a seggedet, cica? De most tényleg. Egyébként mondjuk nem rossz csaj. Uha, most nyöksz pénzért? Uha, szólt anyu, hú, milyen jó cicád van, de aranyos. Srácok, tehát ez nagyon kemény. Úristen, na mindegy. Ha szeretnétek még látni ilyen tartalmakat, akkor mindenképpen dobjatok egy lájkot, illetve egy feliratkozást. Engem ez mélységesen elszomorít, ez a tény, hogy van ilyen. Viszont nézem, mert hogy szerintem egyébként nem csak én vagyok vele így, hanem szerintem sokatok. Csak maximum nem donételtek neki $250, meg ilyenek. Na mindegy, dobjatok egy lájkot, egy feliratkozást, hogyha tetszett ez a videó, és szeretnétek még ilyen tartalmakat. Nem sokára jövök egy újabb videóval, vagy egy live-val. Én Jussi voltam. Szexisztok!